Két és fél évvel ezelőtt alakult a Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesülete, amelyben napjainkban két edző foglalkozik négy korosztályos csapattal. Az edzéseknek a Színi Károly magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola tornaterme ad otthont. Az egyesület vezetése tavaly döntött a terem felújításáról, és a nyári szünetben 27,5 millió forintból elkészült a beruházás. Egy teljes, komplett felújítás, tehát a világítástól a padlón keresztül festés, fűtéskorszerűsítés, radiátorok cseréje, tehát palánkok cseréje, tehát egy teljesen komplett új tornatermet kapnak a gyerekek. Az intézménybe közel 220 gyerek jár, akik a testnevelési órákon sportolhatnak majd a korábbinál komfortosabb környezetben. 35 évvel ezelőtt építették ezt az iskolát, és azóta nem történt felújítás, és már nagyon vártuk azt a lehetőséget, hogy mikor történik ez meg, és a gyerekek is nagyon várják, hiszen a sok gyerek, a 220 gyermek, annak mindennapi testnevelés keretében az alsósok, felsősök használják ezt a termet. Lassan már kinőjük, ennek eredményeképpen ez a bővítés és ez az új padlózat, világítás, megújulás nagyon nagy segítséget nyújt az iskola számára, és a tanulók nagy örömmel fogják birtokba venni az elkövetkező időbe. A beruházás 70%-át a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által jóváhagyott TAUS forrás biztosította. Mint Becski István elmondta, ma már 70 ezer igazolt versenyzőt tart számon a szövetség. Mindig öröm számunkra, hogyha egy ilyen örömteli eseményre jöhetünk. Ugye 2011-ben kezdődött a Kosárlabda Szövetségnek az a programja, amelyekben tornatermeket, sportcsarnokokat újítunk fel, illetve új létesítményeket adunk át. Több mint 150 létesítmény újult meg ebben az időszakban, és 75 új csarnokot adtunk már át. Valamint azt se szabad elfelejteni, hogy 150 új szabadtéri pályája is van már a városoknak az MKOS jóvoltából. A tornaterem átadását követően hivatalosan is átadták a sporttelepen épített kisméretű műfüves futballpályát. Egy MLS műfüves TAUS pályaépítési programra tudtunk bekapcsolódni. 38 millió forint a beruházásnak az összértéke, amiből 10% önerőt, 3 millió 800 ezer forintot biztosította az önkormányzatunk, a többi pedig TAU támogatásból valósult meg. Gyakorlatilag a beruházás elkezdődött április végén és június elejére kész volt. Egy 20-40-es műfüves focipálya gyakorlatilag, ahol állunk és amit meg tudtunk valósítani itt ebből az összegből. Nyírpazonyban jelenleg nincs felnőtt csapat, a pályát így a Bozsik program rendszerében futballozó gyerekek, valamint az U14-es csapat tagjai használják.